ilyenkor megtalálják a fészküket? Hogy hát ugye ilyenkor ők már nem járnak vissza a fészkükre. Tehát költés után ők így elkezdenek faja válogatja, vagy csapatosan, vagy egyénileg táplálék után járni. Ők nem annyira csapatban mozognak, együtt mozognak a cinegék, de nem annyira szorosan, mint mondjuk mi családban, hanem így összeverődnek, ide mennek, oda mennek. Váltogatják is ezeket egyébként, ezeket a kis klánokat. Na ő egy sokkal szebb kivitel, egy öreg kín. Épp persze a sebbe csípél bele. Kék. Igen, ezek egyébként sokkal kisebb és sokkal vérmesebb állat. Tényleg? Sokkal durvábban csípnek mondjuk a kékcinkék, és sokkal agresszívabbak, mint mondjuk a pintyek, amik háromszor ekkorák, és sokkal vastagabb, erősebb csőrük van. Akkor inkább ne a balkezébe vagy mondjuk, mint egy, vagy mondjuk, mint egy harkály. Tehát, hogy... Akkor inkább ne a balkezébe. 15. Kék. Parca, egy Y, aha. Nya. Azt nem. Van olyan, hogy mondjuk elkapja az embernek az ujját, és én már elengedem, de ugye rajtam lóg. Előfordul ilyen is. De hát ezt bírni kell. Eleget gyűrűz az ember, akkor már így meg se érzi. Hát a cinegéket, azokat. Ez madármérő? Igen, ez egy mérleg volt, igen, azért néztem, hogy a meleg kikezdés így felhólyagosodott. Na ez ki is azért? Na ő is kék, igen. Szóval őt meg lehet simizni, igen. Egy Y, hím, nem hím, csak egy Y. Valószínűleg hím egyébként, de ezt most nem írjuk fel. Ca-e. Ca-e-ruleus. Teljesen. Ca-ruleus. Egyébként most már hivatalosan nem is par. Átrakták másik családba. Aha. Cianisztesz lett belőle. De nekem az par marad. Engedd el. Engedd el. Na, oké. Ha szeretnéd megsimizni, ezt úgy próbáljuk meg, hogy egy ujjal a hátát. Jó? Én próbálom addig itt lekötni az ő kis figyelmét. Jaj, de cuki. Hello. Hello. Úgy. Úgyhogy ő a kék cinege, őt is lehet ma etető környékén látni. Majd lesz rendesen úgymond gyűrűző bemutató is, és akkor most többet mesélek erről az egészről, de hogyha már ide értetek, akkor megmutatom őt is.